Na hát sziasztok és üdvözlök mindenkit a garázsomba. És mint a képeken láthatjátok, a garázsomra ráférne egy elég hatalmas makeover. Az utóbbi időben a garázsom inkább funkcionál műhelyként, már egybe karosszéria műhely, festőműhely, minden, mint hogy arra használnám, amire ezt a jóisten kitalálta, tehát autót tárolni benne. És hát, mint láttátok a képeken, kezdek kifogyni a helyből, ergo kezdem kinőni a helyet. De hát nyilván itt Sopronban nem olyan egyszerű egy nagyobb műhelyet, vagy akármit megszerezni, úgyhogy próbáljuk kihozni a legtöbbet abból, amink van. Hiába vagyok tele polcokkal, vagy hát próbálom rendszerezni a dolgokat. Nyilván mindig van hely improvementnek, ahogy mondani szokták. Úgyhogy a mai részben a Temu segítségével fogunk még több helyet varázsolni a garázsba. Úgyhogy kezdjünk neki. Igen, jól gondoltátok, hozzám is elért a Temu mánia, soha életemben nem rendeltem még tőlük és nem használtam termékeket az ő weboldalukról keresztül, de azoknak, akik esetleg, annak a két embernek, aki még nem hallott volna a Temuról, ez gyakorlatilag egy online webshop, ahonnan nagyon jó árasítva tudsz termékeket rendelni. Hát a minősége, azt mindenki döntse el magának, nyilván egy próbavásárlást érdemes megtenni, rendelsz valami olcsóbb cuccot a kínai weboldalról, arra nem kell aggódni, hogy nem jön meg fog jönni. Érdemes körültekintően vásárolni, megnézni a darabszámot, megnézni a képeket, mert vannak ugye apró betűs részek, tehát lehet, hogy a kezdő képernyőn mondjuk egy 10 darabos, nem tudom, csavarhúzókészlet van, de amikor leadod a vásárlást, akkor csak egy darabot helyez a kosárba. Igen, legyetek körültekintőek, ez a lényeg az egésznek. És hát természetesen, mint minden jó weboldalhoz, tartozik itt is egy applikáció, tehát nem csak számítógépen keresztül, de akár telefon segítségével is meg tudjátok nézni a kiválasztott termékeket, ahogy meg is tudjátok egyből rendelni. Sokan föltehetnétek a kérdést, hogy mennyire biztonságos. Nem veszélyesebb, mint egy itthoni oldalról rendelni, én úgy gondolom. Én használtam már több kínai webáruházat, most szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Eddig minden megjött, a kártyadataim biztonságban voltak, de csak annyit fűznék hozzá, hogy ha nem vagytok hülyék és nem kattintgattok random linkekre, akkor nem lesz semmi baj. Tehát azért mondom, hogy nem veszélyesebb, mint egy itthon leadott rendelés. Na, de így a bemutatkozást követően nézzük meg, hogy a Temu milyen garázs kiegészítőkkel lepett meg engem, vagyis hát tudom, mi van benne, mert én rendeltem, de teljesen mindegy, bontsuk. Na hát a kis limitált büdzséből, amit a Temu rendelkezésemre bocsájtott, 3 darab cuccot tudtam úgy megrendelni, hogy ez nekem bele is férjen és használható is legyen számomra. Úgyhogy a megszokott kukás zsákban megkapjuk a termékünket. Igen, a legkisebbel kezdem, ami itt bele volt erotikusan rakva a másik csomagba. Mr. Sicker, come over here. Rendeltem ilyen fali kampó rendezőket, amik segítségével a falra tudok felakasztani. Hát én arra fogom használni, hogy az ilyen úgynevezett erőkarokat tudjam a falra akasztani, és ne a földön rúgdossam őket, miközben a garázsba mászkálok. Ezek sima mezei kampók. Természetesen minden terméknek a linkjét, illetve a hirdetését itt a képernyőn láthatjátok, hogyha valakinek szimpatikus, amit lát a videóban. Igen, és itt kaptam mellé tipliket is, ami bele kell hajtanom a falba, és akkor bele is csavarhatom. Majd meglátjuk, hogy ezt falba rakjuk, vagy gerendára, nem tudom még, majd kitaláljuk. Lényeg az, hogy vannak hozzá tiplik is, tehát nem kell elmennem vásárolni, ami mindenképpen jó.
Igen, egy 4 darabos szettet rendeltem, ebből is van több változat, hiszen van 2, 4, 6 vegyesem. De most ez vagy 2-2 elosztásban lesz, vagy 4 lesz végig rakva, nem tudom, majd kitaláljuk még. És ugyanebben a csomagban kaptam egy nagyobb terméket is, aminek van egy kis súlya. Igen, a posta az megtette hatását. Azt te hol nyílsz? Where is the opening? Jézus ereje! Na, hát igen, a következő termék, amit rendeltem, ez most így nem tűnhet sok mindennek. Hopp. How to rakjad össze. Igen, gyakorlatilag egy ilyen IKEA-s polc, máshogy nem tudom nevezni, de ha jól látjátok, 3 szintes polc, 2 plusz akasztók, ha úgy nézzük. És minden hardvert megkaptunk az összerakáshoz. Tipliktől kezdve imbusz kulcs, csavar, minden van a szedbe. És itt vannak maga a polc. És ha jól látom, különböző akasztókkal van ellátva, illetve oldalfalakkal, és ha jól gondolom, ezekbe talán még ezekre vagy akaszthatok, vagy csavarhúzót rakhatok bele, vagy ami szimpatikus. Na, ilyen kis polc azért jól fog jönni itt a garázsba. És akkor a harmadik termék, ami bele se fér a képbe, úgyhogy váltunk egy szöget. Szóval a harmadik termék, ami a legsúlyosabb, azért van súlya. Epikus unboxing. Szintén megfelelő leírással rendelkezik ez a termék is. Hát tényleg leginkább egy IKEA-s bútorhoz tudnám hasonlítani. De hogy mi is ez? Falra helyezhető szerszámtartó. Így van. És ebből van itt 3 darab. Jézus ereje! Tivadar, miért nem tudtál jönni segíteni? Némi hardware, és természetesen kapok hozzá akasztókat is, tehát föl tudom helyezni a szerszámokat, vagy amit éppen szeretnék. Illetve van egy mystery boxom is, amiben további akasztókat fogok találni a falra szerelhető szerszámtartómhoz. Ó, milyen! Gyerekek, egész! Ó, otthon néz! Csavarhúzó tartó. Fasza! Ez komolyabb, mint gondoltam. Őszinte leszek veletek, nem voltak nagy elvárásaim, meg nagy reményeim se ez az egész történethez. De ez kurva jó. Oda néz, villás kulcs tartó. Oda néz. Én tudottam, akasztók, kis kampócskák, amire föl lehet akasztani dolgokat. Ez nagyon fasza. Ami számomra kicsit meglepő volt, hogy a Temus néni, aki megkeresett, hogy van-e kedvem kipróbálni a Temus termékeket, bedobott nekem egy extra terméket a kosárba. Ugye, mint mutattam, én gyakorlatilag ilyen garázs, hát bővítő, polcrendszeres tematikába gondolkodtam ezzel a videóval, de a néni úgy gondolta, hogy nesze, hülye gyerek, have a smartwatch. Úgyhogy kaptam egy okos órát, mert ez nekem jó lesz. Oda néz. Amúgy jól néz ki. Igen, ugye megkapunk hozzá mindent. Az a minden, az egy töltőport. Illetve egy kis használati utasítás. Úgyhogy kaptam egy okos órát is. Ők ezt strapóórának nevezik. Igen, és nagyon dekoratív, virágmintás háttérrel rendelkezik az óra. Ők egy strapó órának nevezik, de megmondom nektek az őszintét, az előző tesztelt vagy napi használós órámhoz képest súlyba könnyebb. Viszont, ahogy néztem, a funkciókat tudja. Tehát pulzusmérés, lépésszámláló, hát minden, amit ugye láttatok már, igen, telefonhívás, Bluetooth hangszóró, igen, mert Bluetooth hangszóróként is használható természetesen. Igen, szívverés. Igen, időjárás tudnád rajta nézni. Igen, ez egy nagy funkciója. Tudod,
Bluetooth-os shutterként használni. Tehát ha a telefonodat beállítod, erről el tudod indítani a fényképezést. Igen, és ugyanannyi funkcióval rendelkezik. Bár ez a tekerős megjelenítés nem az én világom, én jobban szeretem a föntről lefele, de hát nyilván ezt át tudod állítani. De hogyha szeretnél magadnak egy okos órát, ehhez is lesz link a leírásban. Na, de akkor kezdjünk neki ennek a videónak. A setben megkapunk minden szükséges szerszámot, ami az összeszereléshez kell, illetve a hardware is megvan hozzá. Úgyhogy engedelmetekkel én gyorsan össze is pattintanám ezt a kis polcot. Kezdjük neki! Na, srácok, most, hogy ezt a kis cukorborsó polcot összeraktam, némi helyet kellene csinálnunk ott a falon, ugyanis kettő tervem volt ezzel az egész történettel. Vagy oda lesz végig rakva ez a kis polcrendszer, vagy szerszámtartó rendszer, illetve a kis polc oda mellé, majd bepozícionálom, kimérem, hogy minden fasza legyen. Vagy a B tervem az volt, hogy a kis polcot oda rakom a másik polc alá. De ahhoz ugye ott látjátok, némi munka szükséges, hogy ott hozzáférhetővé varázsoljam. Úgyhogy szerintem marad az alapkoncepció, és ide lesz így végig rakva ez a szerszámtartó rendszer, és a kis polcot pedig oda a konnektor alá így bevarázsolom. Nyilván alapos, precíz, hozzám képest precíz mérésekkel fogom ezt megvalósítani. Tehát, mint látjátok, előtte oda kéne férni. Tehát itt így valami hozzáférhetőséget kellene varázsolni. Plusz ugye azt is szem előtt kell tartani, hogy a padlásra föl kellene mennem, és jelenleg a létrát nem tudom leengedni, ugyanis ott a kis kék szerszámos műhelykocsi, az hát megakadályozza ezt. Úgyhogy őt mindenképp arrébb kell rakni. Na mindegy, én elkezdek innen kipakolni, várjuk még Tivadart közben, hogy hát ha egyszer megjelenik indokolatlanul és segíteni fog ebben a műveletbe, de én neki kezdek újonc szöghárítóját első körbe kipakolom, dobozokat, mindent, ami meggátolja, hogy oda hozzáférjek, onnan le kell pakolnom, a falról le kell szednem a képeket, meg minden, ami útba lenne, és akkor kezdődhet a fúrás. Úgyhogy kezdjünk neki!
Jó napot! Jó napot! Közben megérkezett Tivadar is, mint hallhatjátok. Na, és rácok, Tivadar, mikor volt lenyújtva utoljára padlás? Szerintem tavaly. Tavaly? Vagy tavaly előtt? Idén még nem. Jó, idén hát, szerintem nem. Jó, hát akkor egy év után lenyissuk a padlást. Tivadar, van egy indokolatlan gevinde a lábamnál. Ajjaj. Hogy be kéne rakni egy bizonyos G-asztrába. Na? És figyeld meg, nem jön. Na? Ó! Én kurva taxi felirat. Majdnem jó volt. Oda néz. Bahazz meg. Igen. A titkok padlása. Az hagyján, de föl kéne vinni oda azt a polcot, azt a feketét, hogy fönt is némi rend legyen. Viszont fönt kurva világ van. Igen. Közben légy szíves, mutasd meg, hogy milyen szép erotikusan fölraktam a nagyon, nagyon nice izét, polcot. És ide felakaszthatjuk a... Vízmérték nem volt. Vízmérték elfogyott. Nem mutasd meg, hogy a satupadon van egy vízmérték, az indokolatlan. Na, de szerintem azért te most tudsz képest kurva jó. Ilyeneket láthattuk a szerszámboltokba egyébként. Nagyon jó. Figyelj, ez egyébként tök jó. Figyelj, azért az árért, amire adják, most meg nem mondom, hogy mennyibe kerül fejből, de amúgy nem drága. Egy kis poc. Kis poc ott hátul. Little poc. Oda néz. Azért az is egész jó, nem? Nagyon jó. Na nézzük, majd ideadod a kamerát, azt megmutatom, hogy fönn milyen kurva világ. Veszem, hogy Sanyi lebaszódik. Nem baszódok. Igen. Mindjárt megmutatom, hogy mi van fönn a padláson. Hát ide a kamerát, várj, visszaszokok vagyok. Das ist padlás? Az ott úgy padlás? Ide egy polcot fölrakni? Oké. Tivadar, ezt nem gondoltuk át. Van baj? Van. Nem kevés. Ajjaj. Te. Jó. Szerintem itt majd akkor snittelünk egyet. És nem tudom, valamit kitalálunk. Na, ha már Tivadar megjelent, akkor be fogtuk dolgozni. Tivadar, fúrd fel a kampót, légy szíves. Megfúrom a kampót. Úgy. Várjál, hoztam neked valamit. Várjál, hoztam neked valamit. Itt van a zsebembe. Nem, nincs is itt a zsebem, hazudok már megint. Másik zsebemben van. Nincs csak hosszan neked van. Felség. Felség. Szerintem ezt tágítani kell. Tágít? Tágít. De még mindig jól néz ki ez a... Fölrakunk valamit, azt hiszem van itt valahol valami. Hol lát? Aha. Biztosítékokat így fölrakjuk. 500 forint. Te mit csinálsz? Kiszedtem a hangot. Tivadar bontja a falat. Ó, ez az. Csináld! Jaj, milyen kis hegyke kupacot csináltál az elején. Jó az. Úgy, most jó. Ennyire lötyögősen, én kalapáccsal úgy ütöttem be, bazd meg. Megfogja. Jó, akkor légy szíves csavar. 200 kilót fogni. Akkor légy szíves csavard be. Oké. Okay. Azt. Ehhez nem kell semmilyen speciális eszköz. Hát ehhez nem. Tövig. Mehet még Tivadar. Itt még egy menet. Ó, de jó vagy. Benne. Na, és akkor srácok, az a terv. Itt vannak ilyen erőkarszerűségek. Akkor hova rakjuk Tivadar? Az alsó lesz a rövidebb? Nem. De alsó lesz az erősebb? Az alsó lesz a hosszabbik. Jó. Akkor kipufogócső. Egyébként próbáld már be, hogy oda megyek. Akkor valahogy, mit tudom én, ide? Mert ugye ezt nem tudom, hogy kéne, hogy így. Akár. Akár. Csak azért, mert abba gondolj bele, hogy ide még izét is rárakunk. Pajszereket. Ja. Az a baj, hogy egy pont felte. Ja. Meg így talán, mert akkor oda egy picit beloldoztál, annyira nem baj. És akkor valahogy így mondjuk. Jó. Hát, végül is jó. De jó van. Srácok, ezt majd még kitaláljuk, aztán majd visszajelentkezünk. Nagyon igényes. Ja, az.
Theodor, bazd meg, átfúzzá Kínába. Ott van, itt forgatták. Csináltam egy hegyet. Itt forgatták a dűnét. Főpróba. Oda nézd, egy pajszer. Ja, hát arra még mehet a másik pajszer is. Ráfér? Szerintem az ráfér. Helyek közze éppen, hogy jó. Jó. Nagyon jó. Kroki csövek. Ezt szerintem fix, hogy ráfér. Ja. Ezek már nem. De ezt össze is rakhatod. Ah. Oh. Hát akkor. Ez is oda. Úgy. Ja, és akkor még van két kamponk. Meg akkor majd fölfér ez is. Hát jó, és akkor két kampóval mit csinálunk? Nem tudom. Na majd valamit még ráteszünk. Jó. Na, na, nézzétek, srácok, erőkartartó. Ja. Na, srácok, most, hogy fönt vannak a Temu által részemre biztosított kiegészítők, ugye nem gondoltátok, hogy ennyi lesz a videó, ugye, és gondoltam, akkor már picit földobom még a garázsomat, hogyha már ennyire úgymond szétbombáztuk Tivadarral, de hogy mivel. Megint beton? Csavarnak. Bazd meg. Jó. Ja. Menj rá, Pityu. Ügyes vagy, Tivadar. Azért úgy gondolom, hogy élhetőbb lett a garázs, tehát itt konkrétan most már táncolni lehet. Nyilván arról ne beszéljünk, hogy az egész garázs nem pakoltuk végül is ki Tivadarra, mert egyszerűen arra nem volt időnk. Haladni kellett a dolgokkal, más dolgunk is van, mint garázs takarítani. Igen, azt a rekeszt, azt Tivadar még el fogja vinni magával. Azokkal ott majd foglalkozni fogunk, azok is eltűnnek. Az is el fog tűnni. És itt lesz egy kurva nagy tér. Igen, azokkal is foglalkozni kéne ott. De mindennek megvan a maga ideje és helye, amit úgy hívnak, hogy egyetem. Na, hát mit látjátok, egész szépen belaktam az új szerszámfalamat, és szükség is volt rá, ugyanis, hát mint látjátok, ezek a szerszámok a másik falra már nem fértek föl. De mégis jó, hogyha kéznél vannak. Gondolok itt pajszerekre, zégergyűrűfogókra, jó, mondjuk nyilván fékcső elszorítóra, arra nem minden nap, de mondjuk egy vízmérték, mit tudom én, az erőkarokat ki tudtam rakni, úgyhogy hozzáférhetőek legyenek.
Úgyhogy... Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez jó vásár lehet azoknak, akik ugyanígy hely szűkével küzdenek, mint én, és szeretnék így diszplére helyezni a szerszámaikat. Mert tudjuk nagyon jól, hogy egy férfinak mi a legfontosabb a garázsában, hogyha valaki belép oda, akkor mindenki lássa, hogy neked mennyi szerszámod van. Még ha csak évente egyszer is használod. És ami ugye jó ebben a falra szerelhető szerszám tartóban, az, hogy customizálható, tehát személyre, testre szabható, mindegyik akasztót oda rakod, ahova te szeretnéd. Hát nem muszáj neked ezt így elrendezni, a saját ízléseidnek megfelelően. Látjátok, nálam is egy-két kampó még üresen van, majd nyilván idővel lesznek arra is szerszámok. De ha átnézitek, egész rendezett, minden hozzáférhető, ha esetleg kint szerelünk valamit, bejövünk, lekapjuk a falról és már visszük is. Úgyhogy ennek nagyon tudok örülni. Ez a kis polc itt megint csak egy olyan dolog, hogy úgymond közel van a satupadhoz, tehát ha valamit le akarok venni, csak oda behajolok, leemelem és viszem magammal. Ugye leginkább a kalapács kollekciómat ide ki tudtam helyezni. Nem kell állandóan valamelyik fiókot átkutatnom, hogy hol van éppen az a kalapács, amire szükségem lenne. Úgyhogy itt van a, hogy szokták mondani, one reach away. És ezáltal például felszabadult egy kis hely itt a műhely kocsiba, amit tele tudok rakni természetesen még több szarra. Úgyhogy lett egy kis helyem. Ami fasza? Na, srácok, hát úgy gondolom, hogy alakul a man cave, ahogy azt hívni szokták, és tényleg, őszintén szólva, életemben nem rendeltem a Temuról, de ezután meg fogom fontolni. Most, jó, nyilván nem kell tőlük egy csúcs szuper minőséget várni, tehát a falra akasztható szerszámtartó is, nem is tudom milyen vastag lemezből van, tehát ha kellett egy kicsit tágítanom rajta egy fogó segítségével, simán elhajtottam a lemezt. Tehát nem volt egy nagy történet. Arról most ne beszéljünk, hogy vízmértékügyileg mennyire kifinomult az egész, tehát azért ráraknék egy vízmértéket, lehet, hogy meghűlne. Nem baj, nem baj. Az összeszerelés az könnyű volt, tehát biztosított hozzá a cég, vagy hát a gyártó megfelelő leírást. Nyilván nem kell túl komplikált dolgokra gondolni, mindenki össze tudná rakni magának, hogyha kicsit gondolkodna rajta. Mint mondtam, nem arról lesz híres ez az oldal, hogy te, nem tudom, Gucci minőségű termékeket rendelsz egy század árán az eredetinek, de arra, hogyha te most kezdő szerszámokat akarsz vásárolni, vagy éppen építgeted a garázsodat, vagy akár otthonra valamit, tehát amire nem szeretnél több 1000 forintot elkölteni, csak úgy tényleg, hogy valami dísz legyen, polcrendszer, akármi, arra teljesen megfelel az oldal. Mint mondtam, fenntartásokkal kell kezelni. Ha valaki azon aggódna, hogy jaj, hát én nem adom meg a bankkártya adataimat, nem veszélyesebb, mint egy itthoni webáruház például. Tehát nekik is megvannak a megfelelő védelmi rendszereik, a hacker támadások vagy kártyaadatok lopása ellen, ha a másik oldalról rendez, ugyanígy fogsz járni. Tehát én személy szerint ezért szoktam azt csinálni, hogy ha ezekről a kínai oldalakról rendelek, akkor mindig ilyen idézőjelben filléres tételeket, tehát pár ezer forintot most úgy van, hogyha esetleg nem érkezik meg, ami esetén egyébként visszaküldik a pénzedet, vagy elküldik újra a terméket, tehát rosszul nem jársz vele. De ha pár ezer forintos tételeket rendelek, és mondjuk azt elbukom, akkor az még mindig nem fáj annyira, mintha mondjuk egy, mondok valamit, 100 000 forintos terméket rendeltem volna az oldalukról. De kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok le komment szekcióban, hogy ti rendeltetek-e már a Temuról, vagy tervezitek-e, hogy rendeltek a Temuról. És akkor itt a videó végén szeretném megköszönni a Temunak, hogy biztosította számomra ezeket a kiegészítő opciókat ide a garázsba, a kis menkévemhez. Úgyhogy most már az elég otthonosan érzem magam, főleg így, hogy tivadarra raktunk némi rendet. A termékekhez
amiket bemutattam nektek a videóban, mindegyikhez lesz kuponkód, ez lent lesz a leírásban, meg tudjátok vásárolni, és majd szerintem csinálunk rövid sorcokat a három termékről, amit kaptam a Temutól, hogy ha valaki csak egy specifikus termék iránt érdeklődik, akkor meg tudja nézni, illetve ne kelljen az egész videót ez miatt végignéznie, vagy átpörgetnie. Mert tudom, hogy át szoktátok pörgetni. Jó, úgyhogy mint mondtam, link a leírásban, mind a termékekhez, mind a promóciós kód, illetve lent lesz a Temu alkalmazást is be fogom nektek linkelni, hogyha valaki esetleg telefonra le szeretné tölteni. Szóval, én még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a epikusnak nem mondható átalakuláson, gyakorlatilag csak rendet raktunk a garázsba, de mégis egy kicsit jobbá sikerült tennünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, amelyben tetszett egy feliratkozás, megköszönök nektek. Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetek rá, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, tudjátok, nagyon jó. És csekkoljátok a linket a leírásban, használjátok a promóciós kódot, és ha valami szimpatikus, rendeljétek meg. Egy próbát megér. Következőben valamivel folytatjuk, addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!